az ősz vagyok, felteszem a kalapom, rozsdabarnán mosolyog, felteszem a kalapom, rozsdabarnán mosolyog. Mindenki igazán mosolyogjon, azaz. Kip, kop, kopogok, hűvös szellőt kavarok, felhő hátán meglapulva egy kis esőt csavarok, felhő hátán meglapulva egy kis esőt csavarok. Huncutősz vagyok. Kip, kop, kopogok. Szervusz, Katalin. Szervusz. Melyik korosztály a fő célcsoportja az előadásaidnak? Az előadásaimnak jellemzően az óvodás és kisiskolás korosztály a célcsoportja, de volt már olyan előadás, ahol éppen a felső tagozatosok is részt vehettek az előadásaimon. Miről szól a mostani, a legfrissebb műsor tematikád? A legfrissebb az egészséges életmódról szól. Az, amit pedig most idehoztam, az pedig az aktuális évszakról, ugye az őszről. Ezek nagyon régi vers megzenésítéseim adják a műsornak az alapját, amik az évek során folyamatosan egészülnek ki újabb dalokkal, illetve játékokkal, kellékekkel. Tehát mindig egy kicsit a modernebb irányba elmenve, tehát alkalmazkodva ugye a gyerekek mostani felfogásához. Azt olvastam tőled, vagy hát általad, hogy mindig nagyon fontos neked, hogy valami értéket adj azzal, ami éppen ott történik. Hogyan választod ki, hogy mi legyen az az érték, ami éppen a műsorodban megjelenik? Ez nagyon jó kérdés, hát ugye az évszakoknak az értékei, azok szerintem adják magukat, tehát ugye nagyon lehet szeretni a nyarat, de ugyanakkor azt mondom, hogy ősszel, amikor körülnézünk, akkor ezerféle szint látunk a természetben, az ősz rengeteg gyümölcsöt ad nekünk, tehát az őszi műsorokban nyilván erre helyezem a hangsúlyt, hogy attól, hogy elmúlt a nyár, azért nem kell, hogy szomorúak legyünk, mert az őszben is rengeteg örömet és szépséget lehet találni. Tehát az évszakokhoz kötődő műsorok azok általában az alkalmakról szólnak, tehát az adott évszak adott hónapjának, az adott ünnepi eseményéről ezek szinte önmagukért beszélnek, tehát ehhez egy jól kifejező verset és egy olyan dallamot kell alkotni, ami valahol úgy azt mondom, hogy én így tudok beszélni például egy karácsonyról. A legújabb műsorom pedig az egészséges életmódhoz kötődik, mint ahogy mondtam, Te leszel a bajnok címmel, és ugye nagyon fontos témát érint, ami napjaink, illetve hát már hónapok óta sajnos meghatározza az életünket, a vírusok, bacillusok, testápolás, fogápolás, tehát mindazt, amire egy kisgyereknek is már oda kell figyelnie. Hogy kerültek a gyerekek a látószögedbe? Mondhatnám, hogy teljesen véletlenül, de azért ez így ennyire nem igaz. Tehát én a Miskolci Nemzeti Színházban kezdtem a pályát, és épp valamelyik nap jutott eszembe, hogy az első szerep, amit megkaptam, egy gyerekdarabban volt. Tehát már lehet, hogy ez is egy intőjel volt, hogy ilyen téren érdemes gondolkodni. 5 évadot töltöttem Miskolcon, és egy igazgatóváltás miatt döntöttem úgy, hogy Budapestre költözöm, tehát az új igazgató nekem egy kicsit kevesebb szerepet szánt, és ezt szoktuk jól megélni. Tehát úgy gondoltam, hogy változtatok, és a gyerekszínházhoz kerültem. De nem ekkor döntöttem úgy, hogy verseket fogok megzenésíteni, hanem nekem született egy fiam, és amikor ő óvodáskorú lett, akkor az óvónőjétől kaptam gyűjteményes köteteket, tehát ő tudta azt, hogy én zenével foglalkozom, és úgy adta nekem oda ezeket az évszakokról szóló köteteket. Nincs kedved megzenésíteni? Mi ezeket a verseket tanítjuk a gyerekeknek az óvodába, és milyen jó lenne ezeket énekelni. És akkor meghúztam a vállamat, hát nem tudom, fogalmam sincs, mindegy, hazaviszem, megnézem, és elkezdtem olvasgatni, elővettem a gitáromat, és egyszerűen szinte maguktól formálódtak ezek a versek dallá. És ahogy belementem ebbe a témába, rájöttem, hogy egy egész évszakot föl lehet így dolgozni. Minden évszakot, minden hónapról és minden jeles eseményről szóltak versek. És így alakult ki végül is ez a komplett műsor. Ez nagyon régen volt, ez 20 évvel ezelőtt, és én, ahogy visszaemlékszem, és senkit nem akarok megsérteni tényleg, de ez az évszakok tematika szerinti működés vagy éneklés nem annyira volt még akkor
köztudomás. Ugye most már nagyon sok kollégának a műsorában van évszakokhoz kötődő műsor, de én szerintem én az elsők között voltam, aki ezt elkezdte. Én legalábbis így emlékszem, hogy óvónők jelezték, ugye, hogy nem nagyon van évszakokhoz kötődő dallamvilág, holott ők a szerint oktatják a gyerekeket. Hát így történt. Tulajdonképpen én azt mondom, hogy egyrészt a fiamnak köszönhetem, másrészt pedig az óvónőjének, tehát nekem úgy magamtól nem volt erre. Ami a szövegeket illeti, ugye magyar neves költőknek a verseit dolgozott fel, vagy hát zenésíted meg, de vannak saját szerzeményeid? Vannak, igen. És nem azért, mert nem találok hozzá megfelelő verset, mert tényleg határtalanul gazdag a magyar irodalom, úgy a régebbi ismert költők, mind a mai modern, tehát például Mentovics Évának rengeteg versét megzenésítettük, nagyon jó kapcsolatban vagyunk az Évával, tehát nagyon közel áll hozzám a nyelvezete, viszont van olyan eset, amikor egyszerűen csak úgy kijön belőlem egy szöveg, tehát úgy eszembe jut, ez úgy nem, nincs szándék, hanem csak úgy elkezdek rajta gondolkodni, hogy ilyenről is lehetne énekelni, és akkor így hirtelen már két sor meg is születik a fejembe, és ezt tovább szoktam vinni, igen. A gyerekek mennyire részei az előadásodnak? Ők inkább egyfajta szemlélők kívülről, vagy úgy azért bebekapcsolódnak? Nem lehet folyamatosan arra kényszeríteni őket, hogy ők engem csak figyeljenek. Tehát ugye ennek az életkornak megvan az a sajátossága, hogy a figyelme körülbelül negyed óráig terhelhető. Ezt a negyed órát én ki szoktam használni, abszolút, mert szeretném azt is, hogy a zenét is hallják, szeretném azt is, hogy a szöveget is, egy picit figyeljenek a szövegre is. Tehát ha én az első pillanattól bulizok velük, akkor elsikkad az, amit szeretnék átadni, de a negyed óra elteltével, sőt, tulajdonképpen már a negyed órán belül is folyton kérdezem őket, tehát szinten tartva az érdeklődésüket, hogy igenis legyenek részesei a történésnek, de mindenképpen kell mozgás, mindenképpen kellenek mutogatós játékok, amiben ő is azt mondja, hogy na most én is szerepelek, sőt, nekem van szerepjáték is, tehát kimondottan olyan, amikor néhány gyerek kiemelt szerepet kap a műsorban. Te abszolút hallom, hogy megtaláltad így a kis világodat a gyerekek között, de nem vágysz vissza a felnőtt világba? Nem vesztem el a felnőtt világból sem, abszolút. Vannak saját szerzeményeim, illetve ilyen felnőtteknek szóló nosztalgia műsorok, anyáknapi műsorok, tehát itt is a magyar zenéhez nyúlok vissza, és inkább így a 80-as évek. Hát, amikor én fiatal voltam, igen. Tehát annak a korosztálynak a zenéjét én nagyon szeretem feldolgozni, és ilyen romantikusabb stílusú dalokat írok, énekelek szintén. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm. Összelőtt kavarok, felhő hátán meglapulva egy kis esőt csavarok, felhő hátán meglapulva egy kis esőt csavarok. Huncut ősz vagyok. Kip, kop, kopogok, piros alma mosolyog.